A civilizált életformával járó betegségek közé sorolhatók az ízületi betegségek, az alsó és a felső végtagokat érintő fokozott megterhelés gyakran jelentkezik térd vagy váll fájdalmakban. Az artroszkópia, azaz az ízületi tükrözés, egy sebészeti beavatkozás, amire diagnosztikai céllal, de egyben kezelési eljárásként is sor kerülhet. A vállizület testünk legmozgékonyabb, így bizonyos vonatkozásban legsérülékenyebb izülete. Vállizületünk egy gömbizület, amely mozgásai minden irányban kiterjedtek. A fájdalmatlan működése biztosítja a hétköznapokban szükséges tevékenységek zavartalan véghezvitelét, biztosítja az emelést, fogást, öltözködést. A váll eredetű fájdalmak pontos megértéséhez szükséges ismerni a vállizület anatómiájának alapjait is. A váll az emberi test legnagyobb mozgásterjedelmű izülete, tehát egyik másik izülettel sem vagyunk képesek ilyen szabad mozgásokra. Ahhoz, hogy a felkarcsontot ilyen tág határok között tudjuk mozgatni, részben szükség van a környező izületek mozgásaira, ugyanakkor a lapocka és a felkarcsont közötti izület különleges felépítésére is. Az izületi fájdalmaknak rengeteg fajtája van, ennek megfelelően kiváltó tényezőik is sokfélék lehetnek. Lehetnek sérüléses elváltozások, általában válficamot követően alakulnak ki, de gyakoriak a krónikus gyulladásos folyamat során kialakuló eltérések is. Az izületi kopás a vállban, az izületi porckopás kezelése lehet sebészi és konzervatív eljárás is. A stúdióban köszöntöm dr. Sztányi Istvánt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Doktor úr, ez a fajta eljárás, ez mennyire újszerű eljárás? Kezdjük rögtön ezzel. Hát az artroszkópiát már évtizedek óta alkalmazzuk az izületi bántalmak kezelésére. Leggyakrabban a térdet, illetve bokhát szoktuk, de ez egyéb izületeket is lehet, a csuklót, könyököt, és illetve a vállat is kezelni ilyen módszerrel. Mi kell ahhoz, hogy ezt a módszert alkalmazni lehessen? Egyrészt kell egy megfelelő eszköz, technikai háttér, amit megfelelő szakemberek. Ez az eszközpark, ez bonyolult eszközpark, költséges eszközpark, mire gondoljunk? Itt a megyei kórházban is végzik ezt az eljárást, használják. Természetesen végezzük. Tehát néhány hónap ezelőtt kaptunk egy nagyon modern artroszkópos tornyot, megfelelő kiegészítő eszközökkel, hát ezzel jóban hatékonyabban tudjuk végezni. Hány szakember dolgozik ezzel az eljárással önöknél itt a kórházban? Tehát mi a baleset és sebészet osztályon majdnem minden kollégám végzi ezeket a beavatkozásokat, 22-en vagyunk. Még a beavatkozásokról fogunk beszélni, egy picit térjünk át arra, hogy az ízületi betegségek, azt lehet hallani, hogy a lakosság körülbelül 10-20%-át érintik, főleg a kopásos betegségek. Ez a szám igaz-e, látják-e ezt a tendenciát, mi a tapasztalat? Mint baleset és sebészek természetesen látjuk, mert az ízületi panaszokkal nagyon gyakran ügyeletbe jönnek hozzánk, a sérült ellátáson kívül jelentős számú betegek, hozzánk forduló beteganyagnak a különböző ízületi fájdalmakkal jelentkező betegek száma. El lehet-e azt mondani, hogy az életkor előre haladtával gyakoribb ez a betegség, vagy megnövekedhet a szám, az előfordulás? Hogy kopik az ízlet, használódik az életkor előadatával, lényegesen nem megérik a számuk. Hány éves kortól, hogyha lehet ezt így behatárolni? Hát ez mindig függ attól, hogy mit dolgozik az illető, milyen munkát végez, de általában 40-50 év felett. Hogyan alakulhatnak az ízületi betegségek, ízületi problémák? Hát egyrészt lehetnek sérüléses eredetűek, de nagyon gyakran akár a munkavégzés következtében, illetve magával az életkorral. Az ízületeket lehet kímélni, doktor úr? Egy ízületnek legjobb, ha mozgatjuk és használjuk, mert ha nem használjuk, akkor sorvad és nem működik rendesen. A legfőbb probléma ez, az életmóddal, életvitellel járó problémák és az ízületi betegségek, hiszen a másik oldalt is halljuk, nem csak a túlterhelést, hanem azt is, amikor kevés a mozgás, és ebből adódóan egyre több fajta, többféle betegség előjön, így a mozgásszervi betegségek is. Természetesen valaki nem mozog, nem használja az ízületét, az sokkal károsabb, mint ha valaki használja. Ezen kívül a túlsúly is befolyásolja, mozgásszegény életmód. No, ez az artroszkóp, mint eszköz, milyen eszköz? Na tulajdonképpen bevezettünk egy kis nyíláson keresztül egy optikai rendszert, ezen tévémonitoron keresztül nézzük többszörös nagyításban az ízületet alkotó struktúrákat, porcfelszíneket, inakat, izmokat, szallagokat, bockorongokat.
Milyen beavatkozásra alkalmas ez az eszköz, az artroszkóp? Egyben, de egyrészt diagnosztikusan, legpontosabb módszer, mert ott látjuk az ízletet belülről, mi a legfőbb panasza. Másrészt, ha már látunk egy elváltozást, akkor egyben terápiásan meg is tudjuk oldani. Mi a gyakoribb? Az, hogy diagnosztikára használják, vagy az, hogy beavatkozásra használják? Tehát egyformán, amikor belenézünk, az már egyben diagnosztika, és ha megtaláljuk az elváltozást, akkor meg is oldjuk. Milyen műtéti eljárást helyettesítenek, vagy helyettesíthetnek ezzel az eszközzel? Egyáltalán szóba kerül-e az, hogy másfajta eljárást fel tudnak váltani ezzel az eszközzel, vagy akár modernizálni is tudják? Tehát ha például a térdézetet tekintjük, a térdézeti nyílt műtéteket már nem is nagyon végezzük, extrém ritka. Még válizletnél, ha most maradunk annál, akkor általában nyílt műtéteket végzünk. Azonban ez azért megterheli a szervezetet, hosszabb a regenerációs idője, nehezebben áll vissza a munkájába a beteg, nagyobb a fertőzés, gyulladásnak, a bevérzésnek a esélye. Tehát ennek az eljárásnak már ez is előnye, amit most elmondott főorvos úr, de a korábbi műtéti technikákkal szemben még mit nevezne előnynek vagy hasznosnak? Mert egy úgynevezett minimál invazív eljárásokhoz tartozik, tehát tulajdonképpen egy centis meccésből bevegzett az optikás segélyeszközt, el tudunk látni olyan műtéti beavatkozásokat, amik régen akár több órás nagy műtétek voltak. Kell-e valami előkészület, vagy igényel-e valamilyen előkészületet ez a fajta beavatkozás a pácienstől? Tehát ugyanúgy, mint minden műtétnél megfelelően ki kell vizsgálni a beteget, tehát elő kell készíteni laborral, meg altatóros vizsgálattal, meg ahogy szokott a beteg, valamint mi részünkről azért ki kell vizsgálni, hogy legyen röntgen, ultrahang, vizsgálat előtte esetlegesen MR vizsgálat. Hogyan zajlik a műtét? Mi történik pontosan az artroszkópia során? Tehát megfelelő érzéstelenítésben, hogy a betegnek nehogy fájjon, nehogy kellemetlen legyen, történik, tehát akár a térdbe vagy válizületbe bevezetünk egy speciális eszközt, ezzel feltöltjük az ízületet, mert azért tehát magában az ízület nem nagyon vizsgálható lenne. Tehát ezért például a válizületnél egy húzást alkalmazunk, illetve feltöltjük az ízületet, hogy láthatóvá váljanak az ízületi struktúrák, majd bevezetjük az optikát, és egyéb nyílásokon keresztül a segédeszközt, illetve a beavatkozásra szükséges eszközöket. Mennyi időt vesz igénybe egy ilyen beavatkozás? Tehát attól függően, hogy mit találunk, akár egy ilyen negyed órától, egy ilyen fél óra-órás beavatkozás. Vannak-e rizikói a beavatkozásnak? Ez egy gyakori kérdés, főleg akkor, hogyha egy új fajta eljárásról van szó, vagy még nem ismert eljárásról. Természetesen minden műtétnek van rizikója, tehát bevérzés, gyulladás, sebfájdalom, akár végtagnál a trombózis, embólia, de egy artroszkópos műtét lényegesen ezeket csökkenti. A szakma mit mond, mitől függ az, hogy ezt a beavatkozást válasszák egy betegség kezelésében? Tehát egy artroszkópiát olyan embernek kell végezni, aki akár nyílt műtétet is meg tudja csinálni, de maga a szakmában ezek az artroszkópos beavatkozások kerülnek előtérbe az idővel. Az ilyenfajta beavatkozásoknál és egyébként az ízületi betegségeknél is nagyon nagy hangsúlyt kell tenni az utókezelésre, a rehabilitációra. Mennyi időt vesz igénybe egyrészt a felépülés, és mit jelent ebben a tekintetben a rehabilitáció? De egy nyílt műtétnél általában egy hétig a minimális betegnek fáj a sebe, nem nagyon használja végtagot. Egy artroszkópiás beavatkozásnál mi már másnap tornáztatjuk a beteget. Ha nem történt olyan, például egy szalagrefixáció vagy valami beavatkozás, de ha csak rutin artroszkópiáról van, már másnap tornázik a beteg. Sokkal gyorsabb a felépülés. Természetesen. Köszönjük szépen, főorvos úr, hogy eljött hozzánk és beszélt erről. Nagyon szívesen.